Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pán Sípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Lederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM 87.6-on. Szerv. A hét mesterlövésze legenda volt. Rádiós színházunk most bemutatja a folytatást. Most azok jönnek, amik mennek. A jó, a rossz és a nézhetetlen. Filmek és sorozatok az önkényes mérvadóban. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez ismét az önkényes mérvadó. Benne Puzsér Robert, Kovács 4 Zoli és Horváth Oszkár, valamint a The Great Hack, azaz a Cambridge Analytica Story című film. Kicsit beleragadtunk ebbe az elnök választásos tiba, de úgy érezzük, hogy volt mit mondani róla a filmnek a jótékony szupportálása és baktartása nélkül is a tegnapi napon. Ugyanakkor most pedig itt van előttünk az előző elnök választáshoz kapcsolódó The Great Hack című film, ami nagyjából egy újságíró, egy digitális média egyetemi professzor, illetve az egyik ilyen digitális reklámozással foglalkozó, egyúttal a politikai életbe jól beágyazott kis hölgy nyomán meséli el azt, hogy a nagyjából a Brexitnek az előkészületeinél, illetve a Trump elnökké választása előtti kampány során hogyan változott meg a politikai digitális hadszíntér, és kerültek elő olyan digitális lehetőségek és fegyverek, amelyek, hát én így gyorsan összecsapva az egész filmet, annyira zseniálisak, hogy elvakították az alkotóikat a tekintetben, hogy egyébként mi ennek a hatása. És hát leszedi a keresztvizet a film, ez a dokumentumfilm a Facebookról is, amely Facebook a Cambridge Analytica nevű cég partnereként adatoknak a tömegeit adta át, illetve hát értékesítette saját felhasználóitól. Csak hogy amíg a Cambridge Analytica nevű céget feloszlatták, vagy hát betámadták olyannyira, hogy az magát oszlatta fel, csak hogy elkerülje a bizonyítékoknak a kiadatását, vagy egyáltalán a súlyosabb számonkérését a cégvezetőknek, addig a Facebook mindezt átvészelte. A céget nem vonták felelősségre, a cégvezetők nem kerültek bíróság elé. Nem teljesen így van, rögtön ezzel vitatkoznék, és azt is hozzátenném, hogy már csak azért is nagy a különbség a két cég között, és nem szabad ugyanúgy megítélni, mert azok az adatok, amelyek alapján dolgozott a Cambridge Analytica, és ami gyűlik a Facebooknál, és most is gyűlik, és azelőtt is gyűlt, az nem feltétlenül ad okot, vagy nem feltétlenül biztosítja azt, hogy így használják fel. A te telefonszámodhoz kapcsolódó híváslista is tárolva van a szolgáltatónál, de mégsem él vissza vele. Tehát nagyon szét kell választani, hogy ezek az adatok akkor is ezek az adatok, illetve információk akkor is gyűlnek, hogyha a Facebook a legerkölcsösebben áll hozzá, mert a lájkjaidról beszélünk. De ugye nem volt muszáj eladni. Nem volt, pontosan, oké, és még egy picit halmazelméletileg ezt a filmet egy picit elhelyezném, de tehát tegnap, amiről beszéltünk, hogy hogyan befolyásolták a Trump, illetve a 2016-os választásokat, hogy Trump hatalomra kerüljön, ott három lábat emlegettünk, és ez az egyik láb, ez a, amit a Cambridge Analytica nyújtott nekik. Ez az, ami úgy idézőjelben a legális. Tehát ez az, amiért ők fizettek. Ezt konkrétan lehet tudni, hogy mennyit fizettek ezért. Konkrétan mindent lehet tudni, hogy milyen adatok most már lehet tudni, így utólag, mert föltárták ezt vizsgálatok. És ma pedig ugye, amiről beszélünk, ez az egy láb, de ez az egy láb közben meg más történeteket is érint, mert ahogy már Oszi a bevezetőben is mondtad, a Brexit kampányban ugyanez a cég hasonló módszerekkel ért el nagyon komoly sikert. Hát végül is adott egy ajánlatot, ha jól vettem ki, a Leave EU kampányra, aztán utána ennek nem lett folytatása. De
De van világos, ilyen... hogy ők a politikai hadszintéren vetették volt, be ezt a marketing, targeting tudásokat. Volt egy konkrét dicsekvés a részükről, uh-huh. hogy ők abban részt vettek, de ezt nem a bíróság előtt tették, hanem sokkal aha. korábban más közegben. Na most bennem, ugye mondom, a Netflixen elérhető The Great Hack című filmről beszélgetünk, 0-30-0-11-07-25 az SMS számunk. Bennem itt a hunyorogva néztem ezt a filmet, mert biztosan akartam tudni, hogy tényleg Trump kampányán is dolgoztak, illetve tényleg meg eladták ezeket az adatokat. Ugye ezeket az adatokat szerintem alapvetően úgy gyűjtötték össze, hogy mutatják a filmben is, hogy vannak ezek a mi az indián neved, meg hasonló uh-huh. típusú ilyen Facebook játékok, applikációk. Itt is mutattak egy gombos személyiségteszt nevű játékot. Ezzel a játékkal te a Facebook Connect-tel hozzá csatlakozol a játékhoz, ezzel a Facebook Connect-en keresztül annak a játéknak a fejlesztői hozzáférnek a te ismerőseid user ID-jaihoz, a te page like-jaidhoz, illetve a gyakorlatilag az üzenőfaladhoz, tehát egy csomó like-odhoz. És ennek kapcsán tudtak ugye rögtön eljutni az összes baráthoz, akiket szintén fölajánlkozott a játék. Ez még egyelőre ilyen lopásszerű, vagy hát így begerebjéztük ezeket az adatoknak tűnik, de a filmben elhangzik, hogy licencelték ezeket az adatokat. Tehát úgy tűnik, hogy a felhasználáshoz a végén tényleg tartozhatott egy számla. Természetesen, és akkor újra elhangozhat az a lassan akkor már itt is, vagy közhely mondás, hogy az adat az új olaj, meg gyémánt, meg már filmben minden. Is elhangzott. Szerintem, ja igen, ott is. Igen, meg valóban. Te is mondtad a múlt héten. Igen, múlt héten, akkor talán egy másik filmben uh-huh. mindegy is, egyre több helyen elhangzik, ez nem véletlen. De mennyi olajos filmben mondják, az olaj a régi adat. Igen. Nem, arról van szó, hogy a Netflixnek konfliktusa lett az adathalászattal. A Netflixnek, mert akkor is, amit két héttel ezelőtt is egy Netflixes filmről beszéltünk. Social Dilemma volt. Igen, Social Dilemmáról. Most szintén egy Netflixes filmről beszélünk, erről a Cambridge Analytica sztoriról. Hát úgy tűnik, hogy a Netflixnek, amelyik egyértelműen a liberális oldalhoz sorolható, konfliktusa lett az adathalászattal, meg konfliktusa lett az adatmarketinggel, csak én élek a gyanúperrel, hogy ez a konfliktus ez azért alakult ki, legalábbis félek ettől, bár ne lenne igazam. Meg kívánom, hogy ne legyen. Hogyha nem Trump nyer 2016-ban, ha nem valósul meg a Brexit, vajon ez a film akkor is elkészül? Hogyha ez az adathalászat nem a troll kurzusnak kamatozik, hanem a baloldali és liberális kurzusnak sikerült volna maga progresszív eszményeit, amelyekben olyan lángoló lélekkel hisznek, érvényre juttatniuk. Akkor is elkészül ez? Vagy akkor egy ilyen nagyon progresszív, egy ilyen nagyon újszerű kommunikációs forma lenne, amit úgy népszerűsítenének, és olyan nagyon-nagyon büszkén megvallanának. Csak irigykednek? Nem, hogy arról van szó, hogy itt valójában nem a törzsi gyűlöletet, meg a törzsi működést és a törzsi ingerültséget csomagolták be egy ilyen erkölcsi sejem papírba. 50-50. Meglátták azért azt szerintem, hogy ez egy olyan jó egy téma, amire rá fognak ugrani, rá fognak haragni az emberek, és igen, az, hogy nem az oldal nyert, amit valószínűleg ők sokkal könnyebben azonosulnak szemlátomást, ez 50%-ban benne van, de egyébként azért ők mégiscsak a profitra hajtanak, és vannak ott nagyon ilyen kakasnyalók a filmek, amik ilyen és vagy ilyen eye candy filmek, tehát ők megcsinálják azt is, mert hogy ki lehet számolni, hogy 20 ezer dollár befektetése mekkora hasznot fog hozni. Vagy kicsi számot mondtam, de... Azért is érdeklődhet szimplán a Netflix, mert ugye ők egy digitális platform, ugyanakkor a digitális világ kritikáját előbb-utóbb valaki meg fogja tenni, miért ne házon belülről érkezzen, és hát ők terelgették be a Channel 4-tól a Netflix alá a Black Mirror-t, aminek azért ott az interaktív filmje, ez nem ment akkorát, mint az évadai, és így azóta csönd van. Tehát decemberben nem vertük az asztalt, hogy lesz-e ötödik vagy hatodik évad a Black Mirrorból, igaz? Ugye kicsit elmúlt ettől a kimondhatatlan nevű filmtől. Hát meg lehet, hogy arról van szó, hogy a valóság elkezdte a Charlie Brookernek a fantáziáját felülmúlni. De mi van akkor, hogyha most már azt mondod, hogy a Charlie Brooker Trump megválasztásának a másnapján kiírta, hogy ezt nem én írtam, ez nem az új epizódom.
Igen. Ő csak jelezni akarta, hogy a valóság ugyanaz, amit nagyjából ugyanaz, amit a Matt Stone meg a Trey Parker észrevettek, vagy felismertek, hogy egy pontig ők írták az abszurdot, tovább gondolva a valóságot, majd a valóság átvette ezt a szerepet, kitokta, és elkezdte őket tovább gondolni, és írni belőle valamit, amire ők most már viszont csak nem reagálhatnak. Abban szintén biztos lehetsz, vagy biztosat lehetünk, vagy azt látni kell, hogy valószínűleg a Netflixnek vannak birtokában olyan felmérések, vagy csinál gondolom ilyen felméréseket, amiből sejti, hogy az a fizetőképes kereslet, aki az ő bázisa, és akik lesznek a bázisai hamarosan, akik most nőnek fele, tehát most 20 pár éves, és hamarosan Netflix előfizetők lesznek, vagy 19, nekik milyen olyan problémák vannak, illetve milyen olyan problémák vannak, amire őket rá lehet csibészeltetni, és ez például szerintem tipikusan egy ilyen. Tehát, hogy igen, benne van lehet az, hogy egyébként is nem egy rossz téma saját maguknak, úgymond, de az, hogy az a Netflix nézők táborának igenis kapós lesz ez a téma, azt szerintem biztosra vették, és úgy is lett, mert elég. Tehát ezt a konkrétan tömegek várták. Mm-hmm. Tehát ez elég egy hype volt körülötte, és nem véletlen ugye, mert és itt szerintem talán rá is kanyarodhatunk még a sztorira egy picit, hogy a hölgy, aki az egyik vezérfonal, ő egy volt Cambridge Analytikás. Tehát ez egy klasszikus ilyen whistleblower sztori, tehát aha, ilyen szivárogatós. Ez a Brittany Kaiser nevű hölgy. Igen, aki nagyon, tehát nyilván nem meséljük el a filmet, nem is az a lényeg, de hogy tőle olyan dolgokat lehet megtudni, és ezt lehetett sejteni már abból is az előzeteseiből ennek a dokunak, ami igazi bennfentes és belsős információ. Ez a dokumentumfilm azt hiszem, hogy abban a tekintetben úttörő, hogy ez az, ami a legátfogóbban ismerteti és tárja fel a big data fogalmának a tényleges jelentését. A filmből kiderül, hogy a jelenlegi elemzések nyomán pár százezer egyén elemzése egy 300 milliós populáció profiljának a felállítását teszi lehetővé. Tehát pár százezer, és ez azt mutatja, hogy... Hát a csillagjegyek. Hogy archetipikusak vagyunk. Hogy archetipikusak vagyunk a fogyasztói kosaraink mentén. Tehát, hogyha pár százezer embert elemeznek, abból fel tudnak állítani egy olyan mátrixot, amely mátrixban te el fogsz foglalni egy helyet azok közül, mondjuk egy pár ezer főből álló különböző profilt, amelyek közül te valahova be fogsz illeszkedni. Aha. És amikor tudod, amikor éppen tönkrement a mosógéped, és nem tudom, megbeszélted az anyukáddal, vagy megbeszélted a barátnőddel mondjuk telefonon, hogy szeretnél, most kéne venni mosógépet, mert már nagyon, nagyon rossz ez a mosógép, és hirtelen feldobálja neked a mosógép reklámokat, akkor te elkezdesz gyanakodni, hogy esetleg lehallgatnak, esetleg egy algoritmus értette azt a szót, hogy mosógép, és azért küldték el ezt a reklámot. De mi van akkor, hogyha egyszerűen arról van szó, hogy a profilod alapján ők jósolni tudják, hogy neked mikor lesz érdekes, hogy ez hangzik, hogy mikor vettél utoljára, ahhoz képest miért vettél, milyenek a szokásaid, jó eséllyel mikor lesz legközelebb szükséged. Azért ne csodálkozz, hogyha neked ma este lesz már mosógép reklám a feededben. Ugye a legegyszerűbb forrása egy mosógép reklámnak a te feededben az, hogy megnéztél egy mosógépet valamelyik weboldalon. Vagy cseten, vagy esetleg a Gmail levelezésed során, pláne ha rákerestél, de ez rendben van. Nekem is van rendszeresen olyan érzésem, hogy ezt tényleg csak a mikrofon hallhatta, mert még digitális nyomot nem hagytam róla. Erről viszont érdekes módon ez az asztalt borító digitális média szakember a filmnek a vezérfonala. Ő azt mondja, hogy nem. Ezek jóslatok, ha úgy vesszük. Abban teljesen igaza van egyébként, hogy még a több százezer archetípus is nagyon sok. Nem több százezer archetípus. Ja, pár százezer egyén elemzése nyomán aha. fel lehet állítani egy pár ezer profilból álló mátrixot, és azon belül te már elhelyezhető leszel. Ja. Hozzátenném, hogy azért eleve nem mindenkire lőttek, tehát eleve a meggyőzhetőknek nevezett kategória az, akiket próbáltak megtalálni. És azon belül is. De mivel, már hogy... ezt csinálja normálisan is a kampány. És azon belül is, mivel Amerikában elektori rendszer van, ezért valójában
Amerika egy olyan hely, ahol 4 csatatérállam az, ahol meg kell nyerni a választást ahhoz, hogy nyerj. Mivel, hogy az összes többi állam, tehát a fennmaradó 46 állam mindegyikében nagy biztonsággal jósolható, hogy vagy a republikánusok, vagy a demokraták fognak nyerni, tehát onnan vagy republikánus, vagy demokrata elektor fog szavazni az elnökre. 4 olyan állam van, ahol ez billeg, ahol ez váltakozhat. Ez a 4 csatatér állam, nem jegyeztem meg pontosan, hogy melyik ez a 4, Michigan és Florida köztük van. Az biztos, Florida indig, az tény. Igen, és, de azért, mert a csatatér államok közül Florida a legnagyobb lakosság számú. Tehát ezért általában Floridában dőlnek el ezek a választások. És hogy azon belül, a 4 csatatérállamon belül is vannak az úgynevezett, ők úgy fogalmaztak, hogy befolyásolható szavazók. Magyarországon ezt inkább a politikai elemzők úgy hívják, hogy vannak ezek az ingadozó szavazók. Igen. Na most ezekről az a kijelentés elhangzik a filmben, hogy ez mintegy 70 ezer emberről beszélünk. Tehát mintegy 70 ezer ember meggyőzése eldönthet egy választást Amerikában. Mert nem, most ennyi döntött el. Igen, hogy igen. Ezeknek a, erről van, hogy ezeknek többre van ennél szükség. Ezeknek a csatatér államoknak az ingadozó szavazói. De fél Debrecen, vagy nem tudom, mik talán. Hát ez még fél kisebb. Miskolc mondjuk, a Miskolc talán 160. De hogy, vajon jól van kitalálva a választási rendszer Amerikában? Most ezt fel kell tenni, ezt a kérdést. Egy 300 milliós országban, vagy most már az nyilván több is, most az illegális munkavállalókat ne számoljuk, mondjuk úgy kerekítve egy 300 körüli, millió körüli országban, ahol 4 csatatér állam, mint egy 70 ezer választója dönt a 300 millió embernek az elnökét. Rendben van, ha vej tisztán nézed, akkor egy előfordulhat egy páratlan szavazó szám esetén, hogy egyetlen ember szavazata. Hát nem tudom, hogy ez... Előfordulhat, de van egy lista olyan dolgokról, amik egy-egy szavazaton múltak, és állítólag a New Yorkban valamilyen szavazása a hivatalos nyelvet az angol és a német között egyetlen szavazattal. Igen, de ezt egy elektori rendszerrel elő lehet segíteni azt, van, hogy egyetlen szavazaton, vagy csak 70 ezer szavazaton múljon, míg, hogyha egy hagyományosabb értelemben vett többségi szavazás lenne, ahol a tényleges többség alapján dönt Amerika arról, hogy ki legyen az elnök, ott ez 100 000 év alatt, vagy 100 millió év alatt sem állna elő ez a helyzet, hogy 70 ezer emberen, vagy adott esetben egy emberen, tudod, múlna ilyesmi. Tehát ezt egy választási rendszer elősegítheti, illetve meggátolhatja, és én nekem az az érzésem, hogy az amerikai választási rendszer úgy lett kialakítva, gondolom azért, hogy az államoknak nagy autonómiájuk legyen, és hogy minden állam a lélekszámától függetlenül azonos súlya lesen alapba, és akkor vannak ezek a mini államok, mint Maryland, meg Maine, District of Columbia. Ezek a törpe államok, egészen kevés lakóval, és akkor vannak ezek az óriás államok, mint Texas, meg Kalifornia, és ezeknek a választói legyenek akármennyien, ugyanannyit érnek összesen, az elnökre mondjuk valóban. 20 éve. És én azt hiszem, ez egy több száz évvel ezelőtti berendezkedésnek, meg egy több száz évvel ezelőtti előjogokra alapuló struktúrának a konzerválását szolgálta, és lehetséges, hogy ilyesmit, mert nagyon nem demokratikus, és nagyon torzítja a demokratikus választást, esetleg felül lehetne vizsgálni. Én azt gondolom, hogy az alapján, amit mondtál, és amit én gondolok, ebben a filmben hangoznak el hamis vészállítások. Nagyjából a film vége felé azt mondja a Carol nevű újságírónő, hogy elvesztettük a lehetőséget, hogy valaha is újra szabad és igazságos választás legyen. Most vesztettük el? Tehát volt korábban? És ez egy rohadt nagy átverés ennek a filmnek, hogy ugyan mikor volt ez annyira igazságos, mikor igazságos az, és miért szabad és igazságos, hogy gyakorlatilag valaki részt sem vesz benne, és akik részt vesznek, azok pedig nem feltétlenül tájékozottak, vagy pedig őket érzelmileg nem érte el a másik egy vagy három jelöltnek a propagandája, amely propaganda pedig szintén mint az egyik veszélyforrás van megnevezve, holott azok a, mondjuk, hogy legyártottak
több millió reklámmutációt ezek alapján, a profilozások alapján. Ha neked az apád 2 hete halt meg, ha te 4 hete vettél egy biciklit, akkor te egy olyan kampányfilmet kaptál abból a 120 politikai üzenetből, ők gyártottak 3 millió reklámfilmet, hogy abban éppen biciklizzen valaki, és utána adjon egy pacsit az apukájának, a fiú az apjával. Tehát, hogy a te életed legyen benne, és a végén a jelölt fotója meg egy aktuális üzenet. Ez egy nagyon kifinomult targeting módszer, és erre mondtam, hogy ennek a zsenialitása előtt rogytak térdre, és nem vizsgálták az erkölcsi vonatkozásait. Ugyanakkor azt gondolom, hogy amik elhangzottak, azok a propaganda üzenetek, azok összehangolhatók annak a pártnak az érzelmi világával, a politikai hovatartozásával. Tehát nem gondolom, hogy bárkit is megvezettek, csak annyira hatásosan érzelmekbe csomagolták, amit rendszeresen minden negyedik évben elmondanak, hogy ez most nagyon hatott, és erre azért teszi föl a hölgy a kérdést, hogy lesz-e még igazságos választás, és szerintem eddig sem volt. Azért, hogy helyén legyen kezelve egy kicsi plusz információ az, hogy mekkora volt a hatása a választásokra ennek a taktikának, ennek a módszernek, hogy volt ez a 70 ezer ember, vagy talán ennél többet kellett azért átbillenteni, ők voltak, nincs esély, és nem is akarnak ilyen módszerekkel egyébként elkötelezett választókat átfordítani. Viszont a DNC hack olyan helyzetet teremtett, ugye az egy más, a három láb közül a másik, a kettes számú lába mondjuk a Trump győzelmének, hogy gyakorlatilag demokrata szavazók mondták azt, hogy ezt csináltátok Bernie Sanders-szel, akkor minket elvesztettetek, de szó szerint kivonultak utcára, hogy akkor minket most a republikánusok karjaiba zavartok. Igen, és ők Donald nagyon Trump, sokan voltak. És Donald Trump pont ezekért a szavazatokért jelentkezett be. Ez az amerikai fehér munkásosztálynak a szavazataiért, akik hagyományosan mindig is balra szavaztak. Hát az ő ikonjuk volt Bruce Springsteen. Mondhatom a múlt időt, azt gondolom most már. Ők hagyományosan baloldali érzelműek voltak, csak azt tapasztalták, hogy a baloldali és liberális, vagy úgy mondom, hogy a demokrata párt elitje, az lépten nyomon elgáncsolja az ő jelöltjüket, lépten nyomon elgáncsolja az ő mozgalmukat, ami nem akar többet, mint egy európai típusú jóléti államot, tehát nem bolsevizmust akar, nem Észak-Koreát akar, nem Kubát akar, hanem csak azt akarja, ami Németországban, meg Franciaországban norma. Tehát egy európai típusú jóléti államot akar, és amikor azt érzékelték, hogy nem lehet legyőzni a Wall Street-et, akkor ezek a tömegek, ezek a fehér munkásosztálynak ezek a tömegei neki mentek az establishmentnek. Neki mentek akkor viszont borítsuk föl az asztalt. Akkor viszont legyen egy földindulásszerű változás, amely, akkor legyen a minél rosszabb, annál jobb. Ha ti felkínáljátok nekünk a legkisebb rosszat, akkor jöjjön a nagyobb rossz, és bukjon az egész struktúra, mert a helyzet az, hogy a demokrata párt, meg a republikánus párt az igazán fontos kérdésekben, a gazdasági kérdésekben, társadalmi kérdésekben, a neoliberalizmus kérdésében, a Wall Streethez való viszony kérdésében, az adózás kérdésében nem képvisel mást. Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Kovács 4 Zolival itt a Spirit FM 87.6-on. Folytatjuk az Önkényes Mérvadót a The Great Hack, vagyis a Cambridge Analytica Story című Netflixes dokumentumfilm tartalmának és tanulságainak ismertetésével. 0630 011 07 25 az SMS számunk, amin írhattok nekünk. Erre kaptuk az üzenetet. Sziasztok! Az eredeti botrány, ha jól emlékszem, abból robbant ki, hogy egy kamu játékért engedélyt a Facebookon a játékos adataihoz és a játékos ismerőseinek adataihoz. Nem mindegy. Tehát az összes ismerőse. Tehát te, mint játékos, ki akarsz tölteni egy egymondatos személyiségtesztet, vagy valami hülye játékot, tehát, és akkor ott feltesznek neked egy kérdést, amire természetesen rákattintasz, hiszen tovább akarsz lépni, és akkor te nem csak arra kattintasz rá, hogy az adataidat kiadod, hanem az összes ismerősöd adatait kiadod, minthogyha az ismerősöd adatairól te rendelkezhetnél. Az ismerőseid listáját adod ki gyakorlatilag a Facebookon szereplő névvel, tehát ahhoz, hogy az ő e-mail címük, profilképük, az ő
további ismerőseik, az ő page like-jaik is oda kerüljenek máshoz, ahhoz nekik is csatlakozniuk kell egy akármilyen applikációhoz. De ezt értsétek, hogy ugye korábban az volt mindig a para, hogy azért nem akarok egy Facebook játékkal én összekonnektálni, vagy engedélyt adni neki, mert posztolni fog a nevemben a falamra, mert korábban ez egy kategória alá esett. Most már, ha egy olyan játék, vagy egy olyan programhoz csatlakozol, amely posztol a faladra, ez két kérdést fog föltenni. Az első kérdés mindig az, hogy hozzá fog férni a te profilodhoz, és hogyha a második kérdés is feltesz, az vonatkozik arra, hogy ő írhat a te faladra. Az a legegyszerűbb bejelentkezésnél, tehát ha te mondjuk belépsz a matávos fiókodba, szándékosan így mondtam, megnézni a számláidat, de nem jelszóval, hanem Facebook Connect-tel, ez egy teljesen ártatlan és hasznos funkció, de ebben az esetben is ők rögtön hozzá tudnak férni az összes lájkodhoz, a feedethez, azokhoz, hogy ez milyen page-eket lájkoltál. Gyakorlatilag ezek az alapadataid, és ezt nagyon könnyű összegerebjézni úgy, hogy értelmes profilokat alkossál belőle, akár ilyen second hand kutatásként is, tehát hogy még akár engedély nélkül is. Meg is más se csinálnak ezek a játékok egyébként valószínűleg. Meg is érkeztünk az alap problémájához ennek az egész sztorinak szerintem. Tehát ahhoz, hogy milyen a viszonyunk azokhoz az adatokhoz, amelyeket generál az életünk, amelyek mi vagyunk, amelyek hozzánk tartoznak, és amelyekkel kapcsolatban nincsen egy általános felkészítés az életre, mert 20 éve ez még nem volt probléma. Mm-hmm. Sem a társadalom, sem a jogalkotás, sem egyszerűen nem nőttünk. Nincs kialakult viszonyunk. Pontosan. És miközben a film ugye felveti azt, hogy ők szeretnék, ha az adatainkhoz fűződő jog, az ugyanúgy az alapjogaink közé sorolódna rövidesen, mint a méltósághoz mondjuk, vagy szabad véleménynyilvánításhoz való jogunk. Az, hogy ne mikrózzál meg macskát, az szerintem anélkül is elvárható, hogy a mikróra ezt ráírják. Mégis ráírják bizonyos helyeken, vagy ráírták még egy időben, hogy mi minden ne szárítsa el a mikróban. Na most ez, ezeknek az online platformoknak a használatával kapcsán, vagy ott van egy több száz oldalas valaminek egy részében, és tudjuk jól, hogy ez esélytelen, hogy te ezeket napi szinten lekövess, vagy még ott sincs. És ez óriási különbség abban, hogy itt mennyire vagyunk hülyék, mert hülyék vagyunk. A titkosszolgálatoknak több heti, havi, akár több évi melójába telt az, amit összeszedni annyi infót rólunk, amit most heti szinten mondjuk megosztunk magunkról. Uh-huh. Tehát hülyék vagyunk, de ez a hülyeség, ez nem ugyanaz a hülyeség, mint amikor valaki nem rendeltetésszerűen használja a mikrót. És akkor folytatom az SMS ismertetését, tehát hogy mindezek az adatok, ezek hozzáférhetővé váltak a Cambridge Analytica számára, majd a Cambridge Analytica ezáltal pár ezer játékos és az ő több millió ismerősük adatait megszerezte, és ezt a Facebook kiadta nekik. Másik SMS író azt írja, a kollégámnak ajánlottam fel szóban, hogy a régi gázpalackomat neki adom a nyaralójába. Nem kellett neki. Pár órával később már a Facebook gázpalackot kínált neki akciósan. A régi időben még kaptunk valami levásárolható hűségpontot az adatainkért cserébe. Ma már nincs üzlet. Elveszik. És kész. Ez az üzlet, igazából. Az üzlet. Mi az üzlet? Mi az üzlet, hogy kitöltheted az egypontos személyiségtesztet? Nem, az üzlet az létezik. Csak nem neked kapcsolattartásban, vagy az ismerőseiddel nézegetheted a falukat. Ezt kapod érte, ezt vásárolod. Létezik az üzlet, csak ebben az üzletben te az áru vagy. Pontosan. De arról van szó, hogy a Facebook az az értékesítő, a Cambridge Analytica az a vevő, és te vagy az áru, akivel kereskednek. Igen, ez az igazi igen. Probléma. És hát ez tényleges probléma. Csak, és ami még ebből a filmből kiderül, az én számomra, ez az adatmarketing fogalma, meg ez a médiának látszó marketing fogalma. Itt már nem arról van szó, hogy ők miután leprofilozták a populációt, ez alapján leprofilozták a csatatérállamok ingadozó szavazóinak a profiljait, ezek után ők
reklámokat, hirdetéseket küldenek nekik, dehogy is. A Facebook azokat a híreket fogja földobálni nekik, amelyek a megfelelő irányba fogják orientálni őket a választás előtt. És azt ráadásul olyan ütemben fogja földobálni nekik, hogy felépüljön bennük egy szavazási hajlandóság a választás napjára a megfelelő rubrikába. De ugye a Facebooknak, a robotjának ez semmit nem kell tennie, hiszen ott van a hirdető, aki több százmillió dollárt elkölt arra, hogy te a megfelelő hirdetéseket lásd folyamatosan. Csak tudod, eddig arról volt szó, hogy legalább tudtad, hogy mikor nézel tartalmat, és mikor nézel reklámot. És tudtad, hogy amikor tartalmat nézel, akkor azt te választottad, és nem az választott téged. Ezzel szemben, amikor meg reklámot nézel, akkor tudtad azt, hogy itt most az agyadat mossák. Lehetséges, hogy ez a tudattalanodra hatott. Lehetséges, hogy te csak abban a hiú reményben ringattad magad, hogy te ezt ki tudod szűrni, hogy téged terád ez a reklám nem hat, de a tudattalanodra azért mégis hatott, de legalább kiírták előtte, hogy reklám, legalább tudtad, hogy ez egy hirdetés, ott volt az X-a sarokban, tehát az mindenképpen a, hogy mondjam, téged emberszámba vettek, bár az emberi lényed mélyén nyugvó állattal kommunikáltak, ezzel az ösztönvilággal kommunikáltak. Most viszont már tovább léptek ezen, és olyan hírekkel szembesülsz, amelyekkel kapcsolatban semmiféle elképzelésed nincs, hogy ezt tudatosan, direkt neked, a te manipulálásodra dobálja fel a Facebook, te azt képzeled, hogy ezek a hírek történtek a világban. Ezek az események történtek. Holott te ebben a helyzetben ki vagy szolgáltatva, a te adataidat kiadták, a te ingadozó státuszodat a csatatérállamban kiadták, és annak érdekében manipulálnak téged ezeknek a híreknek látszó reklámokkal. Tehát elérkeztünk oda, hogy már nem tudod, hogy mikor látsz hírt, és mikor látsz reklámot, annak érdekében manipulálnak ezekkel, hogy te abban a hiszemben menjél el szavazni, hogy a világot ismerted meg azokból a hírekből, holott valójában téged tudatosan és módszeresen vezettek meg hirdetésekkel. Hírportálnak látszó oldalakon, amelyek egyik nap feltűnnek, másik nap eltűnnek. Egyébként a Facebook ezután a botrány után gesztusként bejelentette, hogy meg fognak jelölni minden politikai témájú hirdetést hirdetésként. Közzéteszik, hogy annak a hirdetésnek ki a fizető alanya, tehát ki fizetett a politikai tartalom, amennyiben a szponzorált, és archívumot hoznak létre, hogy az a fizető hirdető milyen egyéb hirdetésekért fizetett még. Annak érdekében, hogy ez átlátható legyen, mert ezt érzed, hogy a Facebook ezt a lehetőséget teremtette meg, de nem ők éltek vele vissza. Van, plusz amit még szintén megtettek, hogy most már ez a adott profilon keresztül legalább az ő is kapcsolati hálójához nem lehet hozzáférni így egy lépésben. Tehát pont ez, amit írt is az SMS író, és valóban nagyon jó meglátás, hogy ez volt a kirobbantója az egész sztorinak. Ezt ma már elméletileg nem lehet megtenni. Viszont még egy picit visszatérnék ahhoz, hogy ugyan amit az előbb feszegettem, hogy hülyék vagyunk, mert használjuk úgy felelőtlenül, úgymond használjuk ezeket az eszközöket, de miért kellene mondjuk bárkinek, aki akár közelében van a technológiának, mert azokat is megvezeti, hiába valaki akár rendszergazda, programozó ilyesmivel foglalkozik, ugyanúgy áldozata lehet ennek, de miért kellene bárkinek is arról tudni, és egy csomó mindent csak most tudtunk meg ebből többek közt, meg a Social Dilemma című filmből, hogy az ő általa generált információ és adat, az milyen veszélyesen felhasználható saját maga ellen. Akkor döbbenne rá mindenki, hogyha a privát üzeneteivel történne ez. Akkor nem kéne magyarázni, hogy miről van szó. Uh-huh. Ha a privát üzeneteidet egyszer csak valaki, vagy valakik publikussá tennék, de nem, tehát tényleg, talán van is egy ilyen novella, ami arról szól, hogy egy ilyen apokalipszis-szerű helyzet van az utcákon, nem lehet tudni pontosan, mi történt, és az utolsó mondatban kiderül, hogy a Facebook elérhetővé tetté mindenkinek az üzeneteit, mindenki számára. Tehát, hogy egy milyen csúnya világ lenne az, és akkor válnánk hirtelen egyébként tudatossá ebben a kérdésben, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem kell ez esetben az egyén felelősségét ilyen mértékben figyelembe venni, illetve nem az egyén a hibás. A magyar politikai elit
az pedig oly mértékben tanulékony, hogy egy évvel ezelőtt zajlott itt Magyarországon az önkormányzati választás, és a balliberális oldal már létre is hozott egy ilyen híroldalnak látszó marketing oldalt, ahonnan profilozás nyomán, tehát kvázi egy kis háztályi sufni Cambridge Analytica mentén a jól leprofilozott ingadozó szavazóknak ezt a híroldal élményét keltő marketing tartalmat ki tudja közvetíteni. Uh-huh. Ez pedig nem más, mint az ezalényeg.hu nevű oldal, amely minden ízében híroldalnak látszik, és amelyet egyébként egy MSZP közeli vállalkozót hozott létre kifejezetten a tavalyi önkormányzati aha. választásra. Én is kifejezetten onnan tudok erről az oldalról, mert össze-vissza orbaszájba karaktergyilkoltak engem, mint jelöltet ezen az oldalon. Most csak így felolvasok néhány hírt az oldalról. Teljes káosz Orbán járványkezelése, elveszhetett egy csomó fertőzötti adat. Arató Gergely mi jön még? Legközelebb a hadsereget küldik a színműs hallgatókra? Karácsony jobban kezeli a válságot, mint Orbán. Tóth Bertalan, a Fidesz kormány valójában csak szemléli a járvány terjedését. Müller Cecília beismerő vallomása. Gyalázatos a fideszes válságkezelés. Lázár bemutatta, miért alkalmatlan Orbán miniszterelnöknek. Gyakorlatilag elvették a jobbos kesztyűt meg a stílus, nem? Hogy ilyen nagyon erős nem állítások, hanem kérdések formájában komoly mocskokon kell keresztül menned, hogy rájöjj, hogy nem is egy híroldalon vagy. De azt tudod, milyenben a rohadt nagy bűn? Az, hogy az álhírekkel szembe kellene néznünk így felelős értelmiségiként, aminek én nem is vallom magam, de a szégyelleni szégyellem az magam. Az egyik felét azért a... Nem tudom, hogy... Hát nem tudom, melyik felét. Hogy itt van ez a sok ilyen szabadon ébredők, tudod, meg minden egyben blog, meg a fene tudja elképesztő mennyiségű követővel, és még csak tematizálni sem tudnám azt a hülyeségdömpinget, ami ezeken megjelenik, és erről az Index valahol vezet egy listát, hogy mik azok az oldalak, ahol, amit te úgy gondolsz, hogy az információ, de valójában dezinformációs portál, erre jön a ki tudja miért, ahogy az ügyvédeknek, vagy politikusoknak is van egy ilyen, ők erkölcsileg fölöttünk állnak köntöse. Bocsánat, fölöttetek. Csak én és a Robi fölött. Nem tudom, miért várjuk ezt el tőlük, de hát valahogy így nézzünk rájuk, és akkor ők létrehoznak plusz egy ilyen weboldalt. Bravo. Sziasztok, írja a hallgató. A republikánusok és a demokraták különböző lobby érdekeket szolgálnak. Én azon se lepődnék meg, ha előre le lennének osztva a lapok, hogy minden lobby csoport jól lakjon. 8 év demokraták, 8 év republikánusok, 8 év demokraták, és így tovább. Hogy van az, hogy nem egy Sanders-t indítanak Trump ellen, hanem egy beteg embert? Biztosan akarnak nyerni a demokraták? Nem azt kell nézni, mit beszélnek, hanem hogy mit csinálnak. Most nyer Trump, 4 év múlva meg egy demokrata. Hát én meg úgy gondolom, hogy azért indítják Sanders-t, mert inkább maradjon Trump még 4 évig, mint most egy demokratikus, vagy egy baloldali fordulat. Tehát ők a Sanders-t mindenképpen el akarják kerülni. Mindenképpen. Nyilván a külsőségek síkján, tehát nem a háttérben, hanem a hirdetéseknek a platformjain, meg a tömegkommunikációnak a felületein, ők megvívják a maguk nagy antagonisztikus harcát, nagy küzdelmét Donald Trump ellen, a kultúrharcot. De az igazság az, hogyha föl kell tenniük maguknak a kérdést, hogy még 4 év Trump, vagy inkább 4 év Sanders, akkor ők a 4 év Trumpra szavaznak. Mert ők a 4 év Trump után, 4 év múlva, ugyanezzel a hisztériával fogják elkérni a hatalmat, és jó eséllyel előbb-utóbb meg is fogják kapni, és akkor visszakerülhet az ő kezükbe a hatalom, de ha itt jön Sanders, és berendez egy új Amerikát, egy olyan Amerikát, amit már nem a Wall Street vezet, amely már nem a neoliberális elvek, nem a szabadkereskedelmi egyezmények mentén szervezi meg a maga gazdaságát és kereskedelmét, amelyik alapvetően nem a kaszinókapitalizmusban utazik. Abból visszarendezni Amerikát, az egy nagyon-nagyon nagy feladat, egy nagyon nagy kihívás, ami talán nem is sikerül. Tehát arról van szó, hogy ők, a republikánusok és a demokraták egyaránt
abban az Amerikában érdekeltek, amely Amerika jelenleg fennáll. A kultúrharc az egy jól átélhető, egy látványos, egy ideológiailag nagyon jól az egész társadalmat nagyon jól behálózó reality élmény. De tényleges változást, olyat, ami mélyreható, a gazdaság és a társadalom struktúráját átalakítaná, ilyet mindenképpen el akarnak kerülni. Bármilyen furcsa is, Bidennek a tényleges kihívója nem Donald Trump, hanem úgy gondolom, hogy Bernie Sanders és Elizabeth Warren voltak, és ezek után, hogy az elit ezeket eltakarította az útból, nagyjából mindegy is nekik, hogy Trump vagy Sanders nyer. Ez az önkényes mérvadó. Kórház! Ez az önkényes mérvadó. A kórház! Nem. Hát teljesen meg vagyok zavarodva. Jó, ezen mondjuk segíthetünk. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM 87.6-on. Nem szolgálunk, formálunk. Folytatjuk szépen az önkényes mérvadóban a The Great Hack című filmmel és annak témájával való foglalkozást. Ugye ebben a filmben az egyik fő személy, akit követ a kamera és a sztori, ez a Brittany Kaiser nevű kommunikációs szakértő, aki egyébként önmaga inkább egy liberális családból származik, de hát megkapta azokat a megbízásokat, amelynek során inkább a republikánus érzelemvilágban kellett elmerülnie. És el is ment a fegyverligához. Gyorsan, egy ilyen National Rifle Association igazolványt kiváltott, elment velük vadászgatni, de hát nekik kellettek ezeket a profilokat, tudod, utána a kampányüzenet befordítani. Na most ő az, akit megkérdeznek arról, hogy végül is akkor sértettek-e emberi jogokat, és azt mondja, hogy nem. És tudod, az az igazság, hogy a döntéssel kapcsolatos jogaikat nem sértették, csak az adat tulajdonlással kapcsolatos jogokat, mert ahogy ő mondja, a bizonytalanok ők hozzák meg, tehát a döntést ők hozták meg, ők helyettük nem szavaztak, nem a választási szoftvert hekelték meg, ők nem. Hanem eljuttatták ezeket az üzeneteket a jelenleg leghatékonyabb módon azokhoz az emberekhez, akikkel a leginkább érdemes megpróbálni foglalkozni egy választás előtt. Ezeknek az adatoknak az ilyetén felhasználása ugye szerinte nem sérti magát az adatok tulajdonosát, birtokosait, viszont ha belegondolsz... A választáshoz fűződő jogát nem sértette. Az biztos, hogy nem. Az adatához való, igen, ha volna ilyen joga, nem tudom. Hogy egyáltalán adni. Nyilatkozhasson arról, hogy ő felajánlja ezt feldolgozásra. Nem, a választáshoz viszont... való jogodat nem sértik meg, hanem az ahhoz való jogodat sértik meg, aki aztán majd választani fog. Az információ szerzéshez való jogodat. Ahhoz való picit... jogodat, hogy tudjad, hogy mi, hogy mi a reklám és mi a tartalom. Picit hátrébb lépnék még, tehát az, hogy ezek a különböző általam tett cselekedetek, lájkok, valahol attendingek és a többi, ezek valakinek a birtokában vannak, és aztán kezd-e vele valamit, itt óriási a választó vonal. Hogyha valakiről pucér felvételeket közzéteszel, akkor azért bajba kerülhetsz, hogyha ez az engedélye nélkül történt. Hogyha ő függöny nélküli ablakban mutatkozik, és te úgy csinálod róla ezeket a felvételeket, akkor még mindig elítélhető vagy. És itt erről szól egy kicsit, hogy mi nem húztunk függönyt, és pucérak voltunk, meg vagy az amerikai választók akár, de valójában ettől még nem kell, hogy valaki, aki látja őt pucéran, utána ezzel visszaéljen. És még tovább megyek, mi van akkor, hogyha ezekből a képekből aztán, és még egy kicsit technológiai pluszt ráhúzva, valaki csinál egy másik tartalmat felhasználva azt az alap információt, ami te így nyújtasz az ablakon keresztül, és akkor az már nem is teljesen te vagy, az ő terméke, ő legyártott ebből egy mesterséges intelligenciával valamilyen kis videót, ami mondjuk kellemesen kényelmetlen helyzetbe hozhat téged, de az igazából már az ő terméke. És itt az adatok felhasználása kicsit egy ilyen irányba megy, hogy te adod az alap inputot, de aztán amit ebből gyúrnak, ahhoz mennyi között van még? Igen, tudom, hogy kiposztoltam, hogy meghalt az apukám, de nem azért, hogy kapjak egy ilyen témájú kampányfilmet. Én meg még hátrébb lépnék egyel. Mit mond el az rólunk, hogy ilyen könnyen profilozhatóak vagyunk. Tehát mit mond el rólunk, mint fogyasztókról, hogy a fogyasztói kosaraink alapján, meg az identitás kosaraink alapján, amiről nem győzöm hangsúlyozni, hogy hasonló a fogyasztói kosarunkhoz, hasonlóan képződik, tulajdonképpen a polgár kilép a demokráciából, belép a fogyasztó,
és a közügyek helyére hozza magával az identitás kosarát. Na most mit mond el ez rólunk? Mert nekem itt a Született gyilkosok című film idéződik fel, amiben ugye Mickey Knox abból merített ideológiát és merített felhatalmazást önmagának a tömeggyilkosságaihoz. Ő ugye önérzetesen kikérte magának, hogy ő nem sorozatgyilkos, ő tömeggyilkos. Ég és föld egyébként. Igen. Ő abból merített magának felhatalmazást erre, hogy ezek már nem emberek, nincs saját lelkük, ezek egyen gyártott, 3D nyomtatóval kinyomtatott biorobotok. Ezek droidok. Ezeknek nincs halhatatlan lelkük, nem egyediek, nem megismételhetetlenek. Mert az egyedit és megismételhetetlent megölni, az halálos bűn. Ugye ezt a súlyos kérdést veti fel az Oliver Stone ebben a filmben, hogy valójában már a reklámok és a tömegmédia által gyártott droidok, akiket nem tudsz megölni, legfeljebb kikapcsolod őket. Na, és akkor ez mit mond el nekünk ez a film erre vonatkozóan? Hogy ilyen könnyen profilozhatóak vagyunk, hogy néhány százezer egyén elemzése alapján felállítanak egy olyan rendszert, amelyben ők ki tudják számítani az én következő fogyasztói és politikai döntéseimet, preferenciáimat, vágyaimat, a párkapcsolati döntéseimet, az emberi kapcsolataimat, ezt mind le tudják modellezni ez alapján. Ez vajon azt jelenti, hogy tényleg egyediek és megismételhetetlenek vagyunk? Vagy valójában arról van szó, hogy ez akkor lezárult. Ennek vége van, és ma már mindannyian a marketing és a média termékei vagyunk, és ilyen értelemben nem vagyunk autonóm. Már csak hűítjük magunkat azzal, hogy a saját döntéseinket hozzuk meg, akár a politikai, akár a fogyasztói piacon. Szerintem a döntéseink világában nem vagyunk megismételhetetlenek, eleve a választási lehetőségeknek a tárháza elég korlátozott ahhoz, hogy ne legyen akkora nagy variáció. A valódi magánéletünkben és a valódi intimitásunkban vagyunk megismételhetetlenek, tudod, abban a pillanatban, amikor bepelenkázod a gyerekedet és rád mosolyog. Ez az, ami nincs ott sehol, és ez az, ami nem egy ilyen döntési faktor majd, amikor éppen választasz, és emiatt nincs igaza a szerencsétlen Mickey Knoxnak. Világos, hogy mint fogyasztók és mint döntéshozók leszerepeltünk, és egymás fénymásolatai vagyunk, de ez nem a teljes életünk. Más szempontból... És mi van, hogyha évről évre egyre nagyobb részt foglal az életünkből ez? Ma még talán nem a teljes életünk, de amerre tartunk, az az elszemélytelenedés, az a depersonalizáció. Csak egy rövid gondot, hogy egy teljesen más szempontból vizsgálta ugyan Mérő László, de nagyon találóan adta a egyik könyvének azt a címet, hogy mindenki másképp egyforma, ami egy játékelmélettel foglalkozó könyv ez egyébként. És megjósolhatóak a döntéseink, de ennél még mindig jobbak vagyunk, mint amit egy horoszkóp nyújt, ugye, hogy 12 féle sors vár rád az adott héten, illetve nem rád, hanem az összes emberre. Tehát ahhoz képest egészen jó, és tegyük hozzá, hogy bár azt mondod, hogy nagyon egyszerűen meg lehet jósolni, és hogy mennyire banális, és hogy ennyire egyszerűek vagyunk mi, azért ehhez matematikusok kellettek, pszichológusok kellettek, tehát összekellettek. Mert kihúzhatjuk magunkat. Szerintem azért ehhez komoly szakemberek kellenek profilozni egy ilyen komplex megismételhetetlen lényt, mint persze, én. Persze, nem ám egy jókáj és valami. Azért a Havasi Balázsnak a díszletet odavinni a live előadásához, ez három kamion, Robi, tehát jó zene. Mégiscsak jó. Magas művészet. Azt írja a hallgató. Svédországi barátomat látogattam meg, és összefutottunk az utcán egy helyi ismerős. Fél óra múlva a Facebook feldobta, mint lehetséges ismerősömet. Tehát olyas valakivel futott össze, akivel soha életében nem találkozott, csak a Facebook, gondolom a GPS koordináták segítségével, nem csak az, hogy Svédországban van, tudta, hogy egy helyen tartózkodik a barátjával, akit már bejelölt, illetve a barátja által bejelölt svéd illetővel, akit ő még sosem jelölt be. Ebből ő kikalkulálta a Facebook, hogy ők még nem ismerősök, de ma találkoztak. Valójában van egy közös ismerősük, aki ma bemutatta őket egymásnak, és már föl is dobta a hősünknek a svédországi illetőnek a bekattintását. Mondok valamit, természetesen ez teljesen jól sejted, én viszont
konkrétan tudom, hogy ennél még szofisztikáltabb a dolog. Az, hogy a pozíciója a telefonnak éppen milyen állapotban van a Facebook, azt is szokta nézni, ugye bizonyos telefonoknál ez viszonylag egyszerűen. Ha elmész egy ilyen svéd kolléga mellett az utcán, nem lesz találat. Ha függőlegesen egymás mellett áll a telefon bizonyos ideig, bizonyos GPS, tehát azonos lokáción, akkor már lesz, vagy ha viszintesen mind a kettő egy azonos ideig, akkor is lesz. És ezt nem én most nem kitaláltam, hanem konkrétan ezt fejtegették, amíg a New York Times-os, bocsánat, Washington, nem New York Times-os, a múltkor is emlegettem talán azt az adat broker cégek föltárásában, vagy föltárását célzó cikksorozatban, és utána jártak, és igen, ilyen szinten van információja a Facebook applikáción keresztül a Facebooknak rólad. Ha a telefonodod nincs, akkor ez nem fog megtörténni. És mondjuk 5 éve sem történt meg, mert 5 éve még nem gyűjtött ennyi információt, és valahol a sok száz vagy sok 10 oldalas felhasználói agreementben ott szerepel ez. Ami hetente újra szövegeződik, és újra alá kell írnod. Itt két emberi jogi aggá is felvetődik. Az egyik az az, hogy milyen jogon halásszák le ők a te adataidat, amikhez neked jogod van, ugyanúgy, ahogyan jogod van az arcképedhez, ugyanúgy, ahogyan jogod van az intim életednek, a privát életednek a részleteihez, amit egyszerűen nincsen joga a paparazzi fotósnak, hogyha te nem vagy közszereplő, befotózni az ablakodon. Viszont a Facebooknak, meg a Cambridge Analytica-nak, meg hát úgy tűnik, hogy joga volt, persze nem volt, de úgy tűnik, hogy mégiscsak lehalázták ezeket az adatokat. Ez az egyik. A másik az az, hogy igenis jogod van ahhoz, hogy tudjad, hogy mikor nézel reklámot és mikor nézel híreket. És ha valami nem hír, hanem hírnek adja ki magát, akkor azt vagy tüntessék el a nyilvánosságból, vagy tüntessék fel, hogy az egy reklám. Mert jogod van ahhoz, hogy tudjad, hogy te most a világot látod, vagy a világ azt az arcát mutatja feléd, amiért valahol egy cég egy másik cégnek fizetett, hogy téged manipulálja. Ugye ezek ugye nem organikusan eléd kerülő információk, hanem itt szponzorált tartalmakról volt szó. Gyakorlatilag megszponzorálták a Facebooknál, hogy mindenféle embernek a feedjében annak az álhírpoltárnak egy cikke megjelenjen. Na de, mivel hirdetést adnak fel, ez nem egy teljesen automatikus mechanizmus, legalábbis vannak benne filterek. Például egy Facebook hirdetést nem adhatsz fel, amennyiben annak a csatolt fotóján, idézőjelben a kreatívján, a szövegtartalom 20%-nál több ingatlant emészt fel. Tehát inkább egy hangulatfotót akarnak ők posztolni, lehet rajta egy fősor, de nem szövegezheted tele, vagy nem írhatsz rá akkora üzenetet, ami a terület 20%-ánál többet elfoglal. Nézzenek oda, ha erre van energia, hogy ezt megállapítsuk, akár géppel, akár nem, akkor legyen már arra energia, hogy milyen portálról osztok meg egy fizetett tartalmat. Igen, csak tudod, arról van szó, hogy a Facebook már uralja a gyakorlatilag a Facebook a szuperszámítógép, amit mindig vártunk, hogy majd jön egy szuperszámítógép, amelyik leigázza az internetet, és az tulajdonképpen az internet fog ahhoz tartozni, és nem az az internethez. A Facebook talán az első olyan szolgáltatása az internetnek, amiről azt mondhatjuk, hogy már ahhoz tartozik az internet, és nem az internet. Sokaknak az az internet. Sokaknak az internet így maga. Van. Na most arról van szó, hogy a világ nyilvánossága az övé. Mármint Zuckerbergé. A világ pénze az övé, de nem elég. Az sem elég. És ezekkel az álhírportálokkal, ezekkel a szélhámos gazember cégekkel, mint amilyen a Cambridge Analytica szerződik, azért, hogy még többet és még többet. És ez a kapitalizmusnak, meg ennek a céges mohóságnak egy olyan arcba szökő kirakata, egy olyan eset, amiből az én számomra az fejeződik ki, hogy nincs semmi, amivel ők a maguk részéről beérnék, hogy nincs az a monopólium, amikor azt tudnák mondani, hogy leuraltam ezt a piacot, és most uralkodom, hanem még több és több kell. Azt mondod, Robi, hogy te igenis neked egyénként jogod van ahhoz, és követeled is ezt a jogot, hogy eldönthesd, hogy amit látsz, az egyértelműen el tud dönteni, hogy ez egy hirdetés, vagy pedig egy tartalom. És egy jogod van egy csomó mindenhez, jogod van az adatot, ez igaz, és én közben hozzátettem azt, hogy igenis jó van még hülyének lenni is, és nem szabad, hogy visszajönnek ezzel, de
Közben meg megtanultuk azt, hogy nem rajoskodunk új hitelkártyával az Instagramon, mert hogy a hitelkártyaszám és a jelszavaink az olyan, mint az alsógatya, nem mutogatjuk. Meg kell tanulnunk egy csomó ilyen dolgot még. Ez most egy folyamat, ami mi pont abban a szakaszában vagyunk, amikor még nagyon sokan le vannak maradva, de el tudom képzelni, sőt, szerintem az a jövő, hogy a környezetismeret óra mellett lesz majd olyan óra, ami fölkészít a digitális életre, a cyber avatárod életére. És nem, tehát miközben ne éljenek vissza, ne legyen joguk, az a másik fele, tehát tényleg kell szabályozás, közé kell, és a GDPR, amit igazából az én szakmámban egy olyan szitok szó, hogy már nem, tehát rossz, ivós játékok vannak, meg hasonlóak ezzel kapcsolatban, de igenis szükség volt arra, hogy EU szinten például szabályozva legyenek azok az információk, amik esetleg külföldi cégek által, de itt mi termelünk úgymond ki magunkból, de külföldi cégek máshol tárolják, és a többi. Ez az egyik fele, hogy szabályozni kell. A másik fele, hogy igenis föl kell nőnünk ezekhez, igenis tudnunk kell, hogy mi vesz körül minket, és nem fogunk ilyen... Nem fogunk tudni fölnőni ilyen ütemben, amilyen ütemben nem, ez változik. A tempója az... Egy pár évig talán digitális írástudásnak, és ennek megfelelően digitális írástudatlanságnak fogalmazták meg ezt az informatikai fel nem készültséget, és ha már odáig eljutsz, hogy be tudtál regisztrálni, és tudsz klikkelni, akkor sem lesz meg, még az legértelmesebb embereknek sem az a zsivány szeme, hogy kiszúrja már az e-mail cím feladójából, hogy annak a tartalma nem a bankjától jött, hogy kiszúrja egy weboldalon, hogy annak a domain neve az facebook.com/akármi.com. Tehát, hogy nem a Facebookon vagy, hogy megnézzen egy HTTPS tanúsítványt, hogy fölismerje, hogy egy reklámkreatívon rajta van mondjuk a valaminek a logója, de messze nem ugyanabban a minőségben készült, de és ahogy, ez nem lehet igazi. De nagyon nehéz ilyen szemet fejleszteni. Így van, de nagyon sok ember veszélyben. De hogy megtanultad felismerni azt, hogy bizonyos helyeken vásárolt bizonyos olasz táskák, azok szinte biztos, hogy átverés, ugyanígy ezt is... Ennek egyrészt, is mennie kéne egy idő után. Lassabb a folyamat, egyértelmű, illetve gyorsabb. Tehát mi ugyanolyan tempóval tudjuk ezeket tanulni, csak a technológia elszalad. Viszont ezért kell szerintem, és valószínűleg lesz is, kifejezetten ez irányban már kiskorban képzés. A Great Hack című dokumentumfilmben van egy jelenet, ahol a Mark Zuckerberg, a Facebook tulajdonosa, a szenátusi meghallgatásán önérzetesen megvallja, hogy ő és a kollégái azért dolgoznak nap mint nap, hogy az embereket közelebb hozzák egymáshoz. Majd felteszi a kérdést a film rendezője, és két írója rendezője van a filmnek, hogy tényleg közelebb kerültek az emberek egymáshoz a Facebook, meg a Twitter, meg az Instagram világában? Hogy a közösségi média tényleg közelebb hozta az embereket, vagy éppen az ellenkezője történt, polarizálta a társadalmat, két szélsőséges szektába rugdalta be a populációt, és ezek az emberek most már nem találják egymáshoz az utat, és ez szélsőségesen és jóvá tehetetlenül elszigetelődni, és egymás vérére szomja látszanak ezek a csoportok. És hogy valójában pont az ellenkezője történt annak, amit Mark Zuckerberg meghirdetett. Miközben Mark Zuckerberg milliárdos lett. Hát én élek a gyanúperrel, hogy Mark Zuckerberg valójában nem akarta az embereket közelebb hozni, Mark Zuckerberg valójában milliárdos akart lenni, előadta ezt a falvédő szöveget, majd, amikor látja azt, hogy az emberek nem közelebb kerültek egymáshoz, hanem végtelenül távolabb, akkor ő a maga részéről mit csinál? Folytatja azt, amit addig, hiszen valójában egyetlen percig sem akarta közelebb hozni az embereket. Ha Mark Zuckerbergnek tényleg az lett volna a célja, hogy közelebb hozza az embereket, esetleg most már a fejéhez kaphatna, esetleg most már látnunk kéne a Facebook működésében azt, hogy hát itt van egy váltás, itt van egy változás. Itt nem teljesen az történt, amit Mark Zuckerberg akart, hanem valami más történt, és Mark Zuckerberg most megfordítja a Facebookot egy más irányba, de nem látunk erre utaló jeleket. Mark Zuckerberg alig, hanem csak nagyon-nagyon gazdag akart lenni, és minden más hazugság volt. Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Kovács Négy Zolival itt a Spirit FM 87.6-on. Nos, ez az a dal, amelyet Cseh Tamás adott elő itt az imént, és amely a Bereményi Gézának a költeménye.
A címe Suhannak visszaszállnak. Amellyel kapcsolatban én évtizedeken keresztül gondoltam azt, hogy ez Krisztus utolsó, vagyis újabb eljöveteléről, tehát Krisztus második eljövetel, így mondom, Krisztus második eljöveteléről szól, tehát úgy gondoltam, hogy ez a végnapokról szól, úgy gondoltam, hogy ez az apokalipszisről szól, úgy gondoltam, hogy ez a szép sejmes ragadozó, akiről itt szó van, akit nem hallasz, de jön, és próbáknak ideje ez itt. Szóval én minden egyes sorát ennek a szövegnek arra utaló jelként értelmeztem, hogy itt a Krisztus második eljövetele az, amire készül, az, amire számít. Bársonyos mancsokon jön, nesz nélkül közeledik, hajlékony ragadozónk bujkálásból most érkezik. Helyükre visszaállnak elmozdult birtokaink, királyokká tesznek most, soha nem volt tavaly. Javaink. Zeneszöveg.hu nem mindig pontos, de a dolog úgy áll, hogy ennek a szövegnek minden egyes sora egy irányba mutat. Suhannak, visszaszállnak, lovasok most a vízre. Panasztalan idő jön csúfos fejeinkre. Mi lovasok a vízre szállnak. Mit jelentsen ez? Nyilvánvalóan a transzcendens jelenti. Nyilvánvalóan a természet felettit jelenti. Ez egy csoda. Amikor a lovasok a vízre leszállnak, arra mondjuk azt, hogy visszatért a Jézus Krisztus. Számon kérni az nyomorult emberiségen a bűnöket. Vagy Pintér Tibor a jégen. Igen, én nekem is egy olyan kép jelent meg a fejemben, ami szemétláda. Nagyon szépen. Ebből kettő is jut a stúdióban, és én vagyok az egyik. Igen, mi jutott róla eszembe? Az a típusú festés, az is, ami stílusát nem tudnám megnevezni, de ez a Dodgem meg falára festett világ, tehát az a maga a stílus, tudod, az a minden. Ilyen sci-fi art egy picit, igen, meg egy kicsit minden... Boris Vallejo, csak nem annyira ős emberes. Picit elmosva, kivéve a lovak szeme, meg talán szikra a patájuk körül, tehát egy ilyesmi képet. A Dodgem falára festett, ez a Dodgem... annyira körbeírja, hogy mire nem gondolsz. Nem tudom szebben fogalmazni. Igen, értem, hogy van egy ilyen biztos My Little Pony szexuális áthallás benne. Suhannak, visszaszállnak a legendák most a földre. Mit jelentette? A legendák most a földre, látod, azt mondtad pedig, hogy elenyésznek örökre. Hogy arról van szó, hogy van az írás. Tudod, van az írás, és az írásban van egy csomó olyan részlet, amiről tudjuk, hogy ez réges-régen a legendák szerint az megtörtént. Legendák szerint Mózes szétnyitotta a Vöröstengert, kőből vizet fakasztott, Jézus Krisztus feltámasztotta Lázárt, meggyógyította a vakot. Legendák, amelyekről az ember a reális, valós életben, ahol a tudomány uralkodik, és ahol minden mérhető. Ebben a világban az ember nem várja azt, hogy ilyenek történnek. Hát ilyenek nem történnek, ezek a legendák most korábban történtek, és most Bereményi Géza Cseh Tamás száján keresztül megénekli, hogy már pedig most eljön, igen, és most mindannyian el hogy fogjátok hinni. A legendák a földre. Tehát ez azt jelenti, hogy meg fog történni az, amire nem számítotok, meg fog történni az, ami az írásban, vissza fog térni az a múltnak, hát kvázi a csodái, az isteni beavatkozás. Mm-hmm. A transzcendens visszatér ebbe a világba, amely világ már nem hisz a transzcendensben, amely világ már elfelejtkezett róla, és valójában legendáknak tekinti ezeket. Nem csak hogy revű, vízirevű. Egy nőcske a vízirevűből, ha lehet gyaloggalopot idézni. De most ehhez képest nem tudom, hogy mekkora kedvenced volt, vagy milyen érzésekkel töltött fel újra és újra ez a szám, Robi, de aztán mit tudtál meg róla? Álljál már, nincsen végigolvasva ez. Állj ki a házad elé. Próbáknak ideje ez itt. Megméretsz, életben vagy-e még, vagy halott voltál ez ideig. Uh-huh. Hát mi másról szóltál? Hogy kell ezt értelmezni? Hogy kell ezt máshogy értelmezni? És most bocs! Uh-huh. Vagy persze, lehet úgy értelmezni, hogy a te számodra mondjuk Zoli, ez olyan gicses, mint egy ilyen Wurschliban a Dodgemes kamionnak az oldalára festett képet. Pontosan kamion. Na értem. Itt már nem. De ezt mondhatnád, hogy barokkos. Oké, okay, igen, csak, de értelmezd valahogy. Tehát milyen irányba mutatnak ezek a sorok? Állj ki a házad elé, próbáknak ideje ez itt, megméretsz, életben vagy-e még, vagy halott voltál ez ideig. Hát mi ez, hogyha nem... Ez rabok legyünk, vagy szabadok. Ez már az a...
az a kategória nekem. Tehát itt váltott ez, itt váltott át egy kicsit. De a megmérhetsz életben, vagy amíg, vagy halott voltál ez ideig, ez nem arról szól, hogy eljön érted az, akitől a lelkedet kaptad, és most visszaveszi. Megnézi, hogy használtad-e rendeltetésszerűen, mert ha nem, akkor nem jár. Megnézi, hogy abból mit transformáltál át. Uh-huh. És amit áttransformáltál, abban az értelemben aranyjá transformáltál, ahogyan az alkímia műveletével azt kell, akkor azt megőrizheted, akkor életben vagy. Ha nem, akkor már eddig is halott voltál. Hogy már eddig is halott voltál, aki még mozgott, de már túljártál az esemény horizonton. Tehát valójában már a fekete lyukhoz tartoztál, csak neked még volt egy olyan élményed magadról, hogy vagy. Pedig már nem voltál, te már jelet magadról a külvilágnak nem adhattál. Mm-hmm. A következő verszakban viszont már eléggé benne van az, hogy megmérettetés ide vagy oda, itt téged le fognak vadászni. Uh-huh. Ezentúl nesztelen jön, ha nem hallod, akkor is jön. Szépsejmes ragadozunk, ha nem hallod, akkor is jön. Hát most le fognak-e vadászni? Várjál, ha életben vagy, akkor nem fognak levadászni. Ha meg halott voltál ez ideig, akkor nem fognak levadászni. Tudod, ez a vadászat, ez valójában már eldőlt. Ha nem valójában hallod, akkor is jön. Igen, ha nem hallod, akkor is jön. Az a baj, hogyha te nem élsz, és meg ezt valami, akkor az dögevő, nem ragadozó. De a szépséges... De nincs egy ilyen hangulata neked? Metafizikai értelemben nem élsz. Tehát fizikailag élsz, szerves anyag zombi vagy, lüktet az ereidben a vér, tehát biológiailag élsz, de mondjuk úgy élsz, ahogyan egy állat nem is él biológiailag. Emberséged nincs. Igen, a lelkedről nem tudsz számot adni. Nagyon súlyos az utolsó négy sor, ahol azt mondja, hogy ha nem hallod, akkor is jön, ha nem hallod, akkor is jön, ha nem jönne, akkor is jön, ha nem jönne, akkor is jön. Tehát, hogy benned van egy rettegés ezzel kapcsolatban, ha nem is lesz, te már akkor is félsz, és ha nem is jön, akkor is jön, mert viszont benned kell megtörténni ennek a félelemnek, igen, és te számolsz el magaddal valójában. Meg hogyha a fizikai világban nem jön, a belső térben akkor is jön, és hogyha a valóságban odakint nem történik meg a világ vége, te akkor is meg fogsz halni, és a lelkeddel akkor is számot kell adnod. Uh-huh. Hajlandó vagy elárulni, hogy Bereményi Géza végül mesélt erről? Találkoztam Bereményi Gézával, volt szerencsém megkérdezni őt, hogy ez a dal miről szól, és hát a Bereményi Géza elmesélte nekem, hogy ők annak idején a Cseh Tamással, amikor ez a dal született, albérletben laktak természetesen, de hát ez ma már legendás, és hát az albérletet ki kellett volna fizetni, de hát ők elitták természetesen, hát nem is ők lettek volna, azt a pénzt, amiből az albérletet ki kellett volna fizetni, és közeledett a fizetés napja. Amikor az albérletet fizetni kell, vagy kirakják őket az albérletből. És erről szól a dal, hogy hát jön a fizetésnap. Hát tulajdonképpen valami nagyon hasonló dolog történik, de egy sokkal profánabb modellben. Egy sokkal profánabb térben. De sokkal materialistább világ vége, igen, következik, igen, a kiköltözés. Valahol akkor ez a általad vizionált ilyen vízre szálló lovasok kép. Vízórára szálló, igen, lovasok. Igen, vízórára. Igen, valahol akkor összeér egy kicsit ezzel a földhöz ragadt kamionfestés stílussal. Nem, én azt hiszem, hogy arról van szó, hogy mindenki a saját belső világát vetíti rá. Ja, egy ilyen projektálható egy, szöveg ez. Egy nagyon. Ilyen szövegre, mi, hogy ezek a szövegek, ezek minél jobb líra valami, annál inkább van egyensúlyban benne a kamera és a projektor funkciója, tehát annál inkább mond valamit, és annál inkább, mivel hogy művészet és nem profán szöveg, ezért aztán egy projekciós ernyőként is működik. Uh-huh. Aztán vannak olyan szövegek, Ákos szövegei ilyenek, amiben semmi tartalom és 100% projekciós ernyő, tehát bármit nagyjából rá lehet projektálni, és vannak az ilyen, mint a Kockahas volt legutóbb, ami meg szinte semmiféle projekcióra nem ad lehetőséget, oly profán az egész. Uh-huh, de hogy minden esetre itt egy termékeny egyensúlyban van, azt gondolom, a közlés, meg a közlések közti űr, amelyre vetíthetsz. Uh-huh. És azt hiszem, hogy mindenki a saját belső világát, és mindenki a saját belső dilemmáit, a saját belső vágyképeit, a saját belső lényét vetíti rá egy ilyenre. És azt hiszem, hogy én vagyok az itt, aki elsősorban a Krisztusnak a második eljövetelét képzelem magamban valahol, és ez a szöveg, ez meg
tökéletesen alkalmas volt arra, hogy na hát itt van, erről van és szó. Valaki, vagy lehet többen is, akiknek kicsit másak mostanában a gondolatai, meg a gondjai, mint neked, belelátták, hogy rezsifizetési probléma. Robi, lehet, hogy neked a Firestarter Prodigy számban is akkor ugyanaz a tartalom jelent meg? Tehát hát nekem teljesen. Szinte nekem... mindenben ugyanazt az látod, amire te vágysz, vagy igen, amitől te félsz. De az Luciferről szól. Tehát a Firestarter, az a fényhozó, az Lucifer. Ja. Tehát az tényleg a... Az, nagyon belenyúltam. Az tényleg arról, bocs, de az tényleg arról szól. Na. Vagy Prometheusról, mert ez ugyanaz a személy valójában, két mítoszkörben, de ugyanarról van szó. Na, és ott van a Bob Dylannek a What Was It You Wanted című száma, amivel pontosan ugyanilyen módon jártam pórul. És ezért gondolom, hogy ez alig ha véletlen. Meg voltam győződve, hogy a Bob Dylan ebben a számban az Istennel diskurál, aki nem válaszol neki. Akiről nem tudja, hogy az, amit mondott, az valójában egy jele, ami neki szól, vagy valójában félreértett valamit, és valójában csak egy jelenséget nézett jelnek, és jelentést tulajdonított annak, aminek nincsen jelentése, hiszen csak egy jelenség. Tehát annak, hogy felhős az ég, annak nincs jelentése. Abból olyan módon nem következik semmi, amilyen módon egy isteni jelből következne valami, és hogy a Bob Dylan ebben a dilemmában van, aztán... Bob dilemma. És aztán már... annyira jó ezeket veletek megbeszélni. Tényleg olyan... Sokat segítünk. Tényleg olyan, mintha húslevest öntenék egy pöcegödörbe. Szóval... Tehát kevés vagy? És aztán elolvastam... Nagyon nagy egy pöcegödör. Hogy szívjuk be, hogy szívjuk ott az alját. A lényeg, hogy a pöcegödörnek a húsleves jó lessen. Remélem nem akad meg a pöcegödör torkán. A lényeg, hogy én utána elolvastam egy könyvet, amiben ezeknek a daloknak a hátteréről, az ezeknek a daloknak a tartalmáról, azért a szerző a Bob Dylantől beszerzett némi információt, és elég hamar kiderült, hogy egy olyan figuráról van szó a szövegben. Ebben a dalban. Igen, ebben a What Was It You Wanted című Bob Dylan számban, aki a Bob Dylant idegesítette, és ezt az irritációját fejezte ki ebben a számban. Szó nincsen az Istenről. És azért rá kellett jönnöm arra, hogy ez valójában az én mániám, és hogy alig ha véletlen, hogy mindenre ez vetül rá, amit csak látok. Gondolod, hogy ez a két dal olyan 100% projekciós arány, tudod, hogy 0% profanitás nem. És konkrétum? Nem hanem nem. Te értelmezted. 60-40-en belül van mindkettő, azt hiszem. Aha, igen. Aha. Én egyébként ezeket a számokat szeretem. Tehát én nem szeretem azt, amikor valaminek nincsen projekciós funkciója, vagy nem képes arra, hogy valamit rávetíts, mert az valójában, tudod, az a gyógyszernek a leírása. Tudod, hogy kell szedni, milyen mellékhatások lehetségesek. Igen, ezért nem lehet félreírni. Ott arra nem tudsz mit vetíteni. És a másik, mondom, a másik, amelyik meg ennek a túlszéle, vagy a másik véglet, az pedig hát Ákos. Tudod, az ahhoz tartozó. Csatlakoznék egy David Lynch-el is. Jobb szereted a kifestőket, mint a képregényeket. Nem biztos, hogy hát ez egy... Én olyat szeretem, hogy a 60%-át már az előző könyvtárbérlő kifestette. Igen. De mi van, hogyha nem a kifestőt szeretem jobban, hanem a mozivásznat, mondjuk. Oké. Okay. Érted? Vagy mondjuk... De egyébként... Innentől azt értékeled benne, hogy de jó, hogy ennyi mindenre alkalmas. Tehát, figyelj, az én számomra... Írt egy számot, ami rólad szól. Az én számomra ezek a számok továbbra is arról szólnak, amit én tulajdonítottam nekik. Mert ebben benne van két évtized ábrándjai. Benne van a Bob Dylan számhoz való viszonyulásomban is, meg a Cseh Tamás számhoz való viszonyulásomban is. Most attól, hogy a Bereményi Géza azt mondta, hogy az albérletet kellett kifizetniük, és ez idegesítette őt, és erre írta ezt a dalt, ettől még az, hogy suhannak, visszaszállnak lovasok most a vízre, az nekem továbbra sem azt fogja jelenteni, hogy hát jön a szerda, és akkor be kell fizetni az albérletet, és még mindig nincs nálam egy fillér se. Talán azt gondolom, hogy nagyobb művészi erő alá lett bevetve egy viszonylag hétköznapi, sőt, súlyosan hétköznapi dolog. Emlékszel, hogy beszéltünk a legprolibb magyar mondatról, amikor betelefonált az ügyfélszolgálatra a fickó, hogy a
a autós táskámnak a zipzárja elszakította a sárga csekket. És ez volt a panasz, hogy úgy mondjam. Hogy ugye nem volt elég elmondani, hogy elszakadt. A hetedikei határidőtől való rettegés miatt bevallotta, hogy hát ő még 90-es évek végén is autós táskával közlekedik. Történt egy ilyen baleset, de hát ő szeretne megfelelni, ezért már harmadikán rendelne egy pótcsekket. És hogy ezt a momentumot megénekelt. Tette a Bereményi Géza egy olyan igényességgel, amely egyfelől mondjuk ezek a plafonfreskók, tudod, a felhőn ugró lovakkal, ami egy picit sok. Ugye a Zoli Dodgen belátott ilyet, de majdnem ugyanarról beszélünk. Hát, nem tudom, Tintorettónak legyen mondva. A skála, amit használnak hozzá, a színskála, az ugyanaz, az biztos. Meg az a kellemes és préfestés. De hogy nem, erről, de nem ez maga a művészet? Hogy a művész, ha igazán nagy művész, a jövő heti lakbérbefizetésről ír egy dalt, és abban a dalban megvan a potenciál a Krisztus második eljöveteléhez. Nem ez a művészet? Hogy bármilyen profán tárgya van annak, ha igazi művészet, abból kibomlik a világ vége, hát akár. Meg világ végeként tudja megélni a saját heti drámáját, és úgy tudja kifejezni, hogy az ő kisebb drámája, nem akarom elbagatelizálni a kilakoltatást, az otthontalanságot, és azt, hogy egyébként ebben a pillanatban is családok néznek ugyanezzel szembe. Ugyanakkor nem a világnak van vége, hanem neked az életed egyik szakaszának, és ezt ő olyan színvonalon tudja megénekelni, hogy a te számodra a Bereményi Géza havilakbérje az a világ vége. Illetve a nagy különbség, vagy amit egyébként számomra köszönöm is, hogy megvilágítottad, meg gőzöm se volt rá, csak érzi az ember, hogy ez nem egy Ákos generátorral készíthető végtermék, de egyébként pedig ugye arra is elmondható lenne ez amit mondhatok, de mégis itt ez a plusz. Én egy házi feladatot adnék a Robinak, hogy meg tudnál hallgatni egy általad választott Ákos számot úgy, hogy közben Krisztus második eljövetelét halljad benne? Most ehhez viszont az kell, hogy nekem Ákos számok közül kelljen válogatnom, kvázi végig kelljen hallgatnom. Mi is akkor. Az úgy jobb lenne. Jó, én nézek neked egyet, és az a kérésem, tehát ha meg tudnád, de az nem arra vonatkozik, hogy képes vagy rá, hanem hogy az én kedvemért megtenni, de hogy abba is bele tudod-e projektelni. Hát, ha kiderül, hogy Ákos is alkalmas erre, mondjuk. De lehet, hogy alkalmas, csak az ember annyira nem akar projektálni arra a vászonra, amin nincsen semmi. Tudod, mert annyira jól projektálható, hogy azért az ember azért a kamera funkcióját is szeretné használni, ami a fejében van. Uh-huh. Jó, hát... Nézzük rá a napüzenetére. Kapunk SMS-eket ugye a 0630-01-0725-re, és ez most sem volt másképp. Hallgatóink néhány üzenete tátongó űr és hiányosság fölé emel hidat. Mi is mondhattuk volna? Nekünk kellett volna mondanunk. Ismertetjük a napüzenetét. Hello, írja a hallgató. Az elkerülhetetlen főbérlőtől és az elszámoltatástól szóló félelem nem ugyanannak az érzésnek a profán oldala, apropója, mint a világvége várásának és a félelmének. Uh-huh. De hát ugyanarról van szó, hogy valójában a világnak van egy profán, és van egy szakrális oldala. És valójában a szakrális oldalnak a feltárása egy beszélgetésben, ahol a Puzsér azt kérdezi a Bereményi Gézától, hogy miről szól ez a dal, szükségszerűen profán lesz. Ha Bereményi Géza azt mondja, hogy ez a dal igenis a Krisztus második eljöveteléről szól, már nem a dalban fejezi ki, már nem a költészete által fejezi ki, szükségszerűen profán lesz. Akkor is profán, hogyha nem azt mondja, hogy ez a főbérlőről szól, hanem a Krisztus második eljöveteléről szól, mert pont attól válik szakrálissá, hogy művészivé emeli. Uh-huh. És ha egyszerűen csak bevallja, hogy hát ez igen arról szól, akkor is profán. Azt írja a hallgató, ez maga a klímaváltozás. Ha nem hallod, akkor is jön, ha nem jönne, akkor is jön. Erről van szó. Ez a világ vége. A klímaváltozás is ennek tulajdonképpen tudod, az angyaloknak, amelyeknek a harsonája jelzi a Krisztus második eljövetelét, ez az egyik harsonás angyal. Uh-huh. Alig, ha nem. A másikat úgy hívják, hogy posztmodern. A fennmaradó részt azt kipontoztam nektek, töltsétek ki ti. Hát ez volt már az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Kovács 4 Zolival, Horváth Oszkárral
és ezzel a 60-40%-os projekciós felülettel, ami jobb, mint amire számítottunk. Most kezdem rosszul érezni magamat, azt illetően, hogy már talán a harmadik jó zeneszámba és dalszövegbe futunk bele. Hát nem az volt, hogy mi itt fikázni fogunk? Hát már a Hungária Randi Andi is jó volt, és a Vénusz Kockas is jó volt, és hát nyilván nem számítottunk másra Cseh Tamás környékéről sem. De azért mi van? Mi lett velünk? Eladtuk magunkat, Robi. De szerintem meg az, hogy finom distinkciókkal élünk, meg finom árnyalatok, az szerintem az erősségünk és nem a gyengénk. Tehát én úgy gondolom, hogy a kockahassal kapcsolatban is egy árnyalt véleményt formáltunk. Nem vagyunk tőle elragadtatva, de hajlandóak vagyunk elismerni az erényeit. Szerintem ugyanez volt a helyzet nagyjából Randi Andival is. Én szerintem meg nyilvánvalóan vannak olyan szövegek, mint amilyen például a kaszanovás szöveg volt, ahol egy jó szót sem tudunk szólni, és olyankor ezt nem is tesszük meg. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Julient és Martint várjuk vissza hétfőtől szerdáig 16 órától itt, a Spirit FM 87.6-on, az önkényes mérvadó műsorsávjában.